A három projekt legnagyobbika az új óvoda és bölcsöde építése, ez 396 millió forintból fog megvalósulni. A jelenlegi óvoda épülete jelentősen leromlott, mind esztétikai, mind szerkezeti viszonyait tekintve. Az új épületben bölcsödei szolgáltatást is bevezetnek, ami eddig nem volt a településen. Területet az általános iskola mögött kap majd, ezzel is elősegítve a település rendezést. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus lehetőség a településünk számára, hiszen a korábbi épület az gyakorlatilag olyan szinten leromlott állapotúvá vált, hogy a felújítása elég nagy költségeket emésztett volna fel, és én azt gondolom, hogy a törvényi előírásoknak sem felelt volna meg maximálisan ahhoz, hogy egy modern körülmények között tudjanak a gyerekek ellátásban részesülni, oktatásban, ellátásban. Így nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy egy nyertes pályázatot tudhatunk magunk mögött. Annyit kell tudni még erről a pályázatról, hogy ugye a Paksi atomerőmű bővítését mi is nagyon várjuk itt a településen, és hát azt gondolom, hogy ez az új intézménynek a megépítése már ennek a jegyében is fog elkészülni. Egy megnövekedett lakosságszámmal is számolunk, illetve hát a bölcsődési szolgáltatás az pedig egy plusz eddig a településen nem létező szolgáltatás lesz majd a jövőben. Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy a jövő év nyarán legkésőbb ez az épület együttes el tud készülni. A másik közoktatási intézményekkel kapcsolatos felújítás a helyi általános iskola energetikai korszerűsítése lesz. A jelenlegi iskola épülete korszerűtlen és több helyen is javításra szorul. Erre a célra 48 millió forintot nyert a település. Ennek nagyon nagy szüksége volt, hiszen olyan elavult technológiájú gázkazán található az intézményben, ami óriási költséget emésztett föl az elmúlt időben, hogy az intézményünket fűteni tudjuk. Nyilván ez egy nyilászáró cserével is párosul majd. Számtalan ablakunk kitört állapotban volt az elmúlt időben, ezeket cserélgettük, de sajnos a hatásfokot már nem éri el, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg egy költséghatékony épületet tudjunk fenntartani. És hát nyilván ide párosul majd egy napelem elhelyezés az épületen, illetve egy új szigetelést fog az épület kapni. Én azt mondom, hogy az energetika mellett nyilván egyfajta esztétikai javításon is át fog esni az épület, és hát tényleg egy új óvoda bölcsőde, egy új, megújult általános iskolával azt gondolom, hogy fantasztikus oktatási intézményt tudhatunk majd magunkénak. A harmadik nyertes pályázatból a településen egy egészségházat alakítanak ki 50 millió forintból. A polgármester szerint a legnagyobb igény és szükség erre a fejlesztésre volt. Jelenleg a védőnői ellátás a könyvtár és a körzeti megbízotti iroda mellett található. Ezek helyére szeretné a település a háziorvost, illetve a fogorvost telepíteni, hogy így egy helyre kerüljön az alapfokú egészségügyi ellátás. A pályázat keretein belül új eszközök beszerzésére is sor fog kerülni, illetve egy modern épületet tudhatunk magunknak, ami szintén azt gondolom, hogy nagyon fontos a Paksi atomerőmű bővítése szempontjából, hiszen egy megnövekedett lakosságszám esetében nyilván megnövekedett igény mutatkozik arra, hogy egy modern épületbe tudják igénybe venni az egészségügyi alapfokú ellátást. Gerjen értékei közé sorolható a település napja, amit hosszú ideje minden évben megrendeznek, egy szüreti mulatsággal egybekötve. Ezen a napon minden településen élőt természetesen meghívunk, illetve hát a környékben élőket is szeretettel várjuk ezen a rendezvényen. Ilyenkor a népviseleteinkbe öltözve vonulunk végig a településnek az utcáin. Hát ugye a hagyományainkat tisztelve próbáljuk meg ezt a rendezvényt minden évben lebonyolítani. Fellelhetőek különböző borok is, melyeknek kapcsán borversenyeket szerveznek, emellett a község büszke kézműveseire is, főként Kozák Évára. Az ő kezemunkáit szokták ajándékozni a településre érkező vendégeknek. Gerjen önkormányzata korábban vásárolt egy ingatlant, amiből a tervek szerint tájház lesz, ahol a településen fellelhető értékeket szeretnék kiállítani, megőrizni. Egyelőre a pályázati lehetőséget várják a kialakításához.